Az Entente Florale Europe egy európai szintű verseny falvak, városok, közösségek és köztestületek számára, mely 1975 óta létezik, és jelenleg 8 európai ország vesz részt benne. A zsűri még júniusban járt Székesfehérváron. Kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy városszerte 122 játszótér található, és hogy a városi fákra rendkívüli figyelmet fordítanak a városgondnokság kertészmérnökei. Városunk mellett hazánkból Orfű és Veresegyháza, de két ír, egy német, egy cseh, egy belga és egy osztrák város is harcba szállt a helyezésekért. A zsűri elnöke a szombati balatonfüredi díjátadón kiemelte, hogy rendkívüli hatást gyakorolt rájuk a Sóstó természetvédelmi területen tett látogatás, és fontosnak nevezte, hogy a multifunkciós parkokban rendezett, gondozott fák vannak Székesfehérváron. Városunk a legjobb aranyminősítést és külön díjat is kapott a 2022-es virágosítási versenyen. Az elismerést Lerner Zsolt alpolgármester és Bozai István városgondnok vette át a városgondnokság szakembereinek kíséretében.